Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. Hazánk is pályázik a 2019-es U21-es Labdarúgó Európa Bajnokság megrendezésére. Kedvelik a miskolci fürdőket, meglazult stukót távolítottak el Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2016. augusztus 14-én vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Rendkívüli ülést tartott Miskolc város közgyűlése. Hazánk pályázik a 2019-es U21-es labdarúgó Európa bajnokság megrendezésére, Miskolc pedig csatlakozott a pályázathoz. Többek között erről is döntött a város közgyűlése, szerdai rendkívüli ülésén. A városatyák emellett sportparkok és futókörök kialakításáról is szavaztak, ehhez nyújt be pályázatot a Miskolci önkormányzat. A szavazás végeredménye 21 igen és egy tartózkodás. Krizákos polgármester ismertette, az MLS megpályázza a rendezést, hat magyar várost jelöltek ki, köztük Miskolcot is. A felek között megállapodást kell létrehozni, amely szükséges a pályázat beadásához. Kovács László előjáróban elmondta, örömmel támogatják az előterjesztést. Hozzáfűzte, jobb időpontot nem is találhattak volna egy ilyen előterjesztés tárgyalására, hiszen hosszú idő után sikeresen szerepeltünk egy labdarúgó eseményen, és magyar szempontból sikeresen zajlik jelenleg is az olimpia. Az U21-es EB lehetne a beugró, ahol megmutathatjuk, hogy hazánk sikeresen le tud bonyolítani egy ilyen eseményt kedvelik a miskolci fürdőket. A miskolc tapolca barlangfürdő egész évben népszerű, és a strandokat is sokan látogatják. A hivatalos szezonnak mindjárt vége, a főidény idény augusztus végéig tart. Idén a Sejemréti Strandfürdőbe 145 ezren, a Barlangfürdőbe csak nem 200 ezren, a Miskolc-Tapolcai Strandra 40 ezren látogattak. A sejemréten a gyermek, csúzda, ülő és dögönyöző medencék a legnépszerűbbek. A legkisebbek fürdés előtt még a strand játszó is kipróbálták. A családok szívesen jönnek ide akár kisgyermekkel is. A sejemréti intézményt idén július végéig több mint 145 ezeren keresték fel. Ez nagyjából a tavalyi év vendégforgalmának felel meg, mondta Bárévi Kinga, a sejemréti strandfürdő vezetője. A hétvégék tekintetében elmondható, hogy a vendéglét szám ugrásszerűen megnövekszik, azonban a hétköznap is jelentős számban érkeznek vendégek a környező városokból, országokból. Sajnos a strandidőszakot az időjárás nagymértékben befolyásolja, hiszen sok melegvizes medencénk van. A Miskolc-Tapolca barlangfürdő előtt is gyakran kígyózik a sor. A barlangfürdő egész évben népszerű. Eddig 2000-rel többen látogatták, mint tavaly ilyenkor. Idén ez idáig közel 200 ezer vendég érkezett a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőbe, és mintegy 40 ezer vendég a Miskolc-Tapolcai strandfürdőbe, mondta Lantos Zsuzsa, a Miskolc-Tapolca barlangfürdő és Miskolc-Tapolcai strand vezetője. Idén gyönyörű időnk volt, bár rossz idő esetében is, a barlangfürdőben szerencsére van lehet. A beltéri medencéket használni. Meglazult stukkót távolítottak el Miskolcon, a Fráter György katolikus gimnázium egyik stukkóját verték le a tűzoltók a városház téren álló épületről, a stukkó meglazult darabját távolították el. A katasztrófavédelem minden esetben bejelentés útján értesül a veszélyes elemekről. A tűzoltóság feladat körébe tartozik a közvetett és közvetlen életveszély megszüntetése. Legutóbb július 26-án riasztották a tűzoltókat a 8. utcába, ahol egy négy emeletes épületről mintegy két négyzetméternyi vakolat vált le. Az eset során nem sérült meg senki. Az ilyen jellegű műszaki mentések száma összefüggésben van az ingatlanok állapotával és az időjárási körülményekkel. Meglazult vakolat vagy egyéb veszélyt jelentő díszítőelem eltávolítása miatt évente néhány alkalommal riasztják a tűzoltókat, jellemzően a belvárosba. Ezen elemek eltávolítása és folyamatos ellenőrzése azonban elsősorban az ingatlan tulajdonosának a feladata. A Holcsajon rendeztek nemzetiségi horgászversenyt a Miskolci Nemzetiségi Önkormányzatok. A verseny célja az volt, hogy alkalmat adjon egy kis beszélgetésre, egymás kultúrájának megismerésére. Az eseményen nem csak a nemzetiségi önkormányzatok, hanem a katasztrófavédelem és a rendőrség horgászai is részt vettek. A vakációzó legkisebbek is élvezték a horgászatot, sőt még türelmükről is tanúbizonyságot tehettek. Megismerni egymást, egymás kultúráját, ez volt a célja a horgászversenynek. Éhen akkor sem maradt senki, ha a horokra semmi nem akadt. A kondérban gulyás főtt. Jelentőségét abban látja Rózsa Péter az örmény nemzetiségi önkormányzat elnöke az eseménynek, hogy a nemzetiségeknek sikerült egy közös rendezvényt szervezni, amin mindenki részt vehetett, és nagyon jól érezték magukat. A rendezvényhez bárki csatlakozhatott, így neveztek a rendőrség és a katasztrófa védelem képviselői is a versenyre. A horgászverseny kezdeményezője, Valcsev Ivanov János a bolgár nemzetiségi önkormányzat elnöke volt, aki szerint a rohanó hétköznapokon is kell, hogy időt szakítsunk egymásra. Az első, de vélhetően nem az utolsó volt a szerdai horgászverseny. A szervezők hagyományteremtő szándékkal indították el a nemzetiségi horgászversenyt a Miskolci Holcsajom. Az önkéntes katonai szervezet tagja lett az egyik Miskolci jobbikos önkormányzati képviselő, példát mutatva a fiataloknak, most Szilágyi Szabolcsot hallják. Valóban májusban jelentkeztem önkéntes tartalékos, tartalékos katonai szolgálatra, és egy sor egészségügyi és fizikai erőnléti teszten kellett átmennem, és nemrég visszajelentkeztek az itteni tobózőrodából, hogy megérkeztek a laboreredmények is, minden teszten átmentem, tehát szerződést köthetek. Mindenki nagyon jól tudja azt, hogy ugye a mostani migrációs válság miatt talán az ezredforduló óta most a legaktuálisabb a védelme, Emiatt is jelentkeztem, illetve személyes példamutatás miatt a saját generációnak is szeretnék ezzel példát mutatni, és minél több fiatalt ösztönözni arra, hogy ők is váljanak önkéntes katonai tartalékos szolgálatot. Ez amiatt is fontos, mert a, ugye az önkéntes tartalékos Katonai ö, szolgálatra 6000 fő a keret a honvédségnek, ebből mindösszesen 3800 van eddig feltöltve. Ez már önmagában nem egy, egy derűradó okot adó tény, viszont ezt tovább árnyalja az, hogy ö, ebből a 45 év alattiak mindössze 515 fő. Tehát ö, emiatt is jó lenne, ha minél több fiatal jelentkezne tartalékos katonai szolgálatra. Túl azon, hogy ö, hogy ugye tudnák azt, hogy melyik végén kell megfogni a puskát. A fejjel való iránti tiszteletet, erkölcsi tartást is, fizikai erőnlétet is kapnának. Azon felül, amiatt is nagyon fontos, hogy ugye Magyarországon a, a magyarországi törvények szerint minden 17 és 50 év közötti férfi hat köteles, de nem sorköteles. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillag. rádió híreit hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.